folyamán pedig egy-egy rövidebb előadásban szeretném a püspök úrnak azokat a témáit, témaköreit, lelkének és hát a munkásságának a legfontosabb kiemelkedő mozzanatait végig kísérni, végig tanulmányozni, amelyek ugye megfogalmazottak a kor egyházi és társadalmi életében, ha már hallottuk, hogy inkább voltak politikusok, mint egyháziak, de ennek ellenére azért vannak olyan komoly egyházi témák is, amelyek nagyon-nagyon fontosak. Elsősorban azért visszatérve a politikához, Császár István külsőkori tanács szeretném kérni, hogy Fincai Gyula külsőkori országgyűlési tevékenységét és népnevelő munkáját. Köszönöm szépen, én is köszönöm nekik mindenkit. Először is akkor megköszönöm István atyának, hogy meghívott és részt vett a konferencián, illetve megköszönöm neki a segítséget. Ugyanis azt el kell mindenképpen mondani, hogy nem feltétlenül kutatási témámba, nem feltétlenül kutatási témámba tartozik az 1900-as évek eleje, az 1900-as évek legvégének magyar története. Azonban ilyen szempontból egy kicsit kettősséggel is viszonyulok a témához. Jó magam is görögkatolikus lévén érdekel a téma. Történelmileg nem ez a fő perspektíva, amit meg szoktam vizsgálni. Úgyhogy engedjék meg, hogy egy picit a laikus és a kevésbé laikus vizsgálók a szemszögéből próbáljunk meg bemutatni Fincai Gyula ezen jellegű tevékenységét. Bocsássanak meg illetve azért is, hogyha esetleg olyasmit mondok, ami már elhangzott, egy szeméről lévén szó szerintem fedik egymást az információk, ezért is megpróbálok egy picit összefoglalóval, illetve rövidebben előadni. Tehát Fincai Gyula országgyűlés és NIP munkájáról fogok az elkövetkezőben beszélni, azonban előtte mindenkinek el kell mondani, hogy Fincai Gyula az ember igazából ki is lehetett. Mindenképpen egy reneszáns stílusú polihisztornak is nevezhetnénk. Egyházi, valamilyen szempontból világi ember, erről majd a későbbiekben beszélek, gyakorlati, elméleti szakember, politikus, püspök, széles látókörű reálpolitikus. Ez mind érvényes rá, és ezért nehéz is összefoglalni az ő tevékenységét, illetve ezért is fontos összefoglalni az ő tevékenységét, mert napjainkban már nagyon ritka az az ember, aki ilyen sok szempontból tesz a társadalomért, ilyen sok társadalmi munkát, illetve társadalmi szegmensben részt vesz, és mégis ilyen pozitív elbírálást kapott a történelemtől, illetve a saját korszakától is. Tehát a saját korszakában is egy elismert ember volt, ami valljuk be politikusokra való tekintettel, ez nem biztos, hogy a leggyakoribb esemény. Fincai Gyula, mint politikusi munkásságához azon el kell mindenképpen mondanunk, hogy ő már püspöki avatás előtt is politizált, és a püspöki avatás után pedig már a Magyarországgyűlés felsőházában vett részt. Ez a korszakban, illetve főleg a korszakot megelőző időszakokban nem volt ritka, sőt egészen gyakori volt, hogy az egyházi és a politikai hatalom az sokszor egybe fort. Az újkorban, az újkorig mindenképpen természetes volt, azt követően azonban a szekularizáció, illetve a felvilágosodás eszméjezt elkezdték eltávolítani egymástól, de a magyar társadalomban a 19. században, illetve a 19. század végén még természetes dolognak hatott, hogy egy egyházi személyiség a politikában is részt vesz. Ez azért is fontos, mert politikusként nem feltétlenül mindig egyházi vezetőként, illetve nem elsődlegesen egyházi vezetőként gondolkozott, illetve politikusként sem mindig illetve egyházi vezetőként sem mindig volt politikus és egyházi vezető egyben. Megpróbálta a kettőt elválasztani egymástól, illetve ami a legfontosabb és napjainkban talán a legjobban megszívlelendő, az elvhűség. Tehát félre tudta rakni egyes esetekben az őt támogató országgyűlési pártnak az elveit, illetve megpróbált megmaradni olyan emberként, aki a saját régióját, Észak-Kelet Magyarországot, illetve a Kárpátoknak, a ruszinok által lakott területét, a Munkácsi egyházmegyét támogassa.
El kell mondanunk ugye róla, hogy még az alsóházban is dolgozott. 1880-as évek végén ugye a nagybereznai területről jutott be a magyar képviselőházban, mint választott képviselő, és majd csak 1891-ben ült át a felsőházba, ugye történelmi hagyományai vannak, hogy az egyházi vezetők, püspökök azok már nem a választott rétegben, illetve nem a küldött gyűlésén vesznek részt, hanem már az arisztokráciával együtt egy más fajta politizálást folytat. Érdekes, hogy ebben a korszakban megfigyeltük azt, hogy az magyar, ugye a kétkamarás Magyarországgyűlés alsó és felsőháza sokszor úgy viselkedik, mint hogyha nem is egy országnak az érdekét képviselni. Nyilván itt vannak érdekellentétek, az alsóház az a középréteg, a középnemesi, kisnemesi rétegek szempontjait helyezi előtérbe, a felsőház pedig hagyományosan katolikus, arisztokratikus beállítottságú udvarhű személyeket vont magába, és nagyon érdekes, hogy ugyanaz az ember mind a kettőben részt vett. De mind a kettőben való munkássága során mindvégig szem előtt tartotta azt, hogy a saját küldött területének az indok, illetve az érdekérvényesítését megtartsa. Mit is jelent ez? Alsóházi képviselőként az oktatási bizottságban kapott helyet. Ez is mutatja azt, hogy őre nem úgy tekintettek, mint egy olyan ember, aki bekerül a Szabad Erő párt tagjaként a parlamentbe, és majd mindent ilyen gépként a mai, ma nevezni frakció érdekeknek megfelelően szavazzon, hanem fontos szerepet szántak neki. De ez nem önmagában lévő dolog, ennek voltak előzményei. Fircák Gyula elismert hittudós volt, elismert pedagógus volt, dolgozott emberekkel. Tehát az ő személyiségében egyesült az, hogy valaki tehet is azért, hogy valamin javítson, illetve ismeri azt, hogy mit kell tenni. Manapság is talán meg kellene fontolnunk azt, hogy illetve példaértékű az, hogy olyan emberek kerülnek vezetői pozícióba, akik korábban látták, hogy mi kell változtatni. Mi is volt ebből a szempontból Fircák Gyulának, akkor még nem püspöknek a nézőpontja. Egyértelműen abban azt a perspektívát látta, hogy a ruszinságot, mint a magyar királyság egyik elmaradott nemzetiségét, népcsoportját mindenképpen fel kell zárkóztatni. Ő mindenképpen az oktatásban való fejlesztést látta elsődlegesnek, ugyanis nem támogatta azokat a hát úgymond rémhíreket, ami a pászlávizmus északkeleti bástyájának tartotta a ruszinságot. Ugye ebben a korszakban, a 19. század végén indul be ez a folyamat, hogy olyan ideológiák terjednek, melyek szerint az összes szláv népet egyesítenénk kell. Nyilvánvalóan ennek az orosz cári hatalom volt az elindítója, és Fircák Gyula mutatta azt be, illetve hívta fel rá a figyelmet, hogy a ruszinságban ilyen szempontból nem kell kételkedni. Az ezer éves közös történelemben soha nem fordult elő, hogy bármilyen jellegű ellenállást tanúsítson az éppen regnáló hatalommal, mindig lojális, hű alatt volt a magyar királynak, sőt, hát ugye igen, Rákóczi korában ugye a Gens Fidelissimát a lelkűségesebb nemzetnek tartották, de ugye ott is igazából a regnáló hatalommal szemben ám bár jogosan léptek fel és követték a vezérlő fejedelmet. Tehát ilyen szempontból ezt okafogyottnak tartotta ezt a döntés, hogy a ruszinokat nem kell támogatni, illetve félni kell tőlük, hanem mindenképpen a fejlesztésükben látta a perspektívákat. Ugye két dolgról kellene itt beszélnem, a politikusi és a népnevelői vagy néptámogatói munkásságról. Ez azonban a kettő merően összefonódik. Ez összefonódik ezeken kívül még Fircáknak a személyiségében is. Tehát, innen származott, ezen a környéken nőtt fel, ezeket az embereket ismerte, és tudta, illetve hát jogosan vélte úgy, hogy tudja, hogy mit kell, miben kell támogatni. Politikusi munkásságában is nyilvánvalóan az oktatásnak a fejlesztésében látta
a fő perspektívát, ugyanis azt mondta, hogy addig, ameddig nem nevelik ki azt a réteget, tehát a nagy néptömegeket nem ruházzák fel azzal a tudással, amivel hasznos polgárai vagy hasznos tagjai lehetnek az országnak, addig nem várható el attól, hogy varázsütésre megváltoznak itt a helyzetek. Nyilvánvalóan ennek az egyik példája a hegyvidéki akció, vagy az egyéb más ilyen tevékenység, amelyek már korábban is, a későbbiekben is fognak beszélni, hogy ezt inkább nem fejtenem ki bővebben. És miután pedig püspök lett és a felsőházban kapott helyet, továbbra is ugye megfigyelhető volt politikájában az, hogy nem mindig a saját pártjának az elveit vallotta, hanem azt nézte, hogy a saját területének mi a jó. Például Ungvan a későbbi választásokon a Szabadelő párt programját képviselő jelöltet támogatta a későbbi választásokon, amikor már püspök volt és lobbizhatott is valakinek a megszavazásáért, míg Berekben inkább az ekkoriban létrejött katolikus néppártnak a képviselőjét támogatta, ugyanis azt látta, azt tartotta elsődlegesnek, hogy mindig azok az emberek kerüljenek be esetleg a döntéshozó székekbe, akik tudják, illetve olyan elveket vallanak, amelyek hasznos az őket delegáló területeknek. Tehát ilyen szempontból is megsüveggelendő ez a tevékenysége. Elszerettem, illetve az előbb már utaltam rá, hogy amikor Pásztelyi Kovács János püspök elhalálozott, akkoriban egyértelműen és mindenki támogatta az ő püspökké való kinevezését. Ez is talán előbb is volt róla szó már a tárlat megnyitón, hogy mindenki csak pozitív dolgokat mondott róla, és mindenki úgy érezte, hogy mégre a megfelelő ember kerül a munkácsi püspöki székbe, aki már korábban is tett ezért a területért, de talán még nagyobb hatalom és még nagyobb befolyással még többet tud tenni a társadalmi rétegekért. Későbbiekben előre ugornék a halál hírére, egyöntetű halál hírét bejelentése a felsőházban egyöntetű gyászt mutatott, tehát tisztelték a kollégái, és becsülték őt a későbbi munkásságában is. Azonban ugye akkor már nem annyira gyakorlati munkákban vett részt püspökként, hanem inkább a szervezői munkákban, tehát a politikai tevékenysége püspöké választása követően áttért inkább szervező, illetve támogató tevékenységé. Innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy már megvolt a megfelelő befolyása, illetve megvolt a megfelelő háttere ahhoz, hogy ne egy személyben küzdjön azért, hogy itt valamilyen fejlesztéseket valósítsanak meg, hanem megvolt a megfelelő háttere ahhoz, hogy valóban gyorsabb ütemben a változások. Tehát innentől kezdve beszéltünk a népnevelői, népfejlesztői munkásságáról. Egyértelműen a különböző köröknek, különböző civil szervezeteknek a támogatásából és az ezeket való állami, akár állami támogatásokkal, vagy pedig csak a személyes biztatása és személyes támogatásával létrejött szervezetekről beszélhetünk. Elmondható ezek közül talán a legfontosabbakat, csak felsorolás szintén, az 1902-ben alakult Magyar Görög Katolikus Egyesület, amely röviden összefoglalva egy ösztöndi lehetőséget biztosította a kárpátaljai, bocsánat, rosszul fejezem ki magam, ma hívjuk Kárpátaljának, a korabeli munkácsi püspökség területéhez tartozó görögkatolikus fiataloknak a budapesti oktatásával kapcsolatban. De mennyire tisztán látott, és nem véletlen az, hogy 1891-ben, ha jól emlékszem, egyik beszédében az országgyűlésen mennyire jó forrajzott és aktuál politikai helyzetelemzést adott azok a területekről. Tehát már akkor elmondta, hogy a ruszinságot fejleszteni kell, illetve fontos társadalmi probléma, például a ruszinság körében az alkoholizmus. Ugye vannak ezzel kapcsolatban ilyen sztereotípiák, hogy mikor alakul ki ez a folyamat, és miért terjed el ennyire
ezen a területen, ez nem az én tisztem erről beszélni, de tény és való, hogy elmondták többen, hogy például a korszakban, hogy a ruszinság az egyik legszegényebb sorban élő magyarországi népcsoport, azonban mégis nagyon sokat szeret mulatni, dorbézolni, és nagyon nagy arányú az alkoholizmus, akkor nem így hívták, hanem az alkoholfogyasztásnak az aránya nagymértékű, így pedig így nem lehet fejleszteni egy társadalmi réteget, hogyha le van zűrve, és például a fircák nem a kocsmáknak a bezárásában, vagy nem az alkoholmérésnek a betiltásában látta a megoldást, mert ugye ez már korábban ilyen gazdasági ellentmondások, illetve érdek ellentmondásokhoz vezetett volna, hanem inkább a népnevelői munkának a fejlesztésében. Tehát létrehoznak ilyen olyan csoportokat, illetve olyan társadalmi szervezeteket, amelyek felvilágosító munkával, inkább a nevelésben, a hagyományok teremtésében, a hagyományok teremtésének a folyamatát próbálják elősegíteni. Ezek főleg, ezek közé tartozott például a mértékletességi egyletnek a szervezése, amely azzal járt, hogy aki érte a szervezetbe belépett, a szövetségbe belépett, akkor az vállalta, hogy fél, vagy negyed, vagy akár egy évig nem fogyaszt alkoholt, még az ünnepségeken, temetésen, házasság, illetve lakodalmakon sem. Ugye ez elég komoly dolognak számított, de mindenképpen, illetve hát amellett, hogy nem fogyaszt alkoholt, a jó hívő módjára viselkedik. És ugye itt jön képbe a vallásnak az ereje. Úgy gondolta, hogy ebben a mennyire előrelátó volt. Tehát azt mondta, hogy ebben a felgyorsult világban a vallásnak nem szabad elengedni az embereket, tehát az embereket sem szabad szabadjára engedni, ugyanis elveszhetünk, magányosak lehetünk, és így sokkal könnyebben érnek minket az életnek a nehézségei. Így mindenképpen támogatta azt, hogy a vallás ne csak a templomban érje véget, hanem a civil életben is támogassa az embereket. Ehhez csak felsorolás szintén tartozik még a legfontosabb általa támogatott szervezeteknek a létrehozásában a Katolikus Népszövetség, amely társadalmi és gazdasági fejlődésnek az előmozdítását, népvédelmét, oktatás és egyéb szervezeteknek a fejlesztését tűzte ki célul, és támogatta minden egyes ilyen közösségben ezeknek a szervezeteknek a létrehozását. Az előadásomat összefoglalván, illetve lezárván pedig még arról szeretnék beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy ennyire előremutató és a korszakban mindenképpen újnak és reálpolitikai érzéken is megáldottnak tűnő gondolatokkal rendelkező elődeink vannak. Mennyire fontos az, hogy kell, illetve rendkívül fontos dolog az, hogy emlékezni kell, hogy a rossz dolgokra, a kevésbé rossz dolgokra, de mindenképpen pozitív az, hogy szűkebb régiónkban is van kire emlékezni. Nem egyszerűen olyan szempontból, hogy mindig megemlékezünk a számunkra rossz dolgokról, nem régiben volt a héten a sztálinizmus áldozatainak az emléknapja. Mennyire pozitív dolog az, hogy nem csak a negatív dolgokról emlékezhetünk meg, hanem arról, hogy az elmúlt időszakokban is voltak olyan emberek, akik felvállalták azt, amit valójában mindenkinek tennie kellene, aki hatalomba kerül, hogy következetesen hűen szolgálja a saját régióját, a saját környezetét, és valóban azt teszi, ami az ő környezetének a legfontosabb, és nem önös érdekek által irányítva lép a hatalomba. És nagyon fontos az, hogy vannak ilyen emberek, akikre emlékezhetünk, akár Fircák, püspöktől kezdve a Rózsatoldalon keresztül, remélhetőleg a későbbiekben is lesznek olyan emberek, akikre tudunk és kötelességünk is emlékezni. Köszönöm szépen a figyelmet! Szeretném kérni, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott előadója, hogy a korabeli, tehát is a korabeli oktatási intézmények és oktatási kérdésekről beszéljen.
szeretnék kitérni, hogy az állam milyen szerepet vállalt ezeknek az intézésében. A kiegyezés utáni népoktatási helyzetet elsősorban az 1868-as harmadik törvény szabályozta. Ez jelentős lépés volt abban a szempontból, hogy immár törvényerőre emelkedtek a korábban királyi rendeletekben, vagy törvényhatóságok egyházmegyék által sürgetett alapelvek, úgy mint a 6 és 12 évesek tankötelezettsége, a mulasztók szüleinek megbírságolása, a kötelező tankártyák listája, a tanítóképzés és a tanítási módszerek feltételei, illetve az egyházak mellett megjelentek más intézményfenntartók is, és talán ez a legfontosabb mostani szempontunkból. Tehát a községek, társulatok és intézmények mellett már az állam is felépett, mint intézményfenntartó. A tannyelv továbbra is az anyanyelv maradt. Tírcágról a püspöksége idejéről elmondhatjuk, hogy már egy valamelyes letisztult, működő iskolahálózat létezett ekkor, de a legfontosabb feladat még mindig az iskolák működésének törvényesítése volt. Főként a kis települések oktatása helyzete nem felelt meg az előírtaknak. A törvények betartása érdekében a tankötelesek létszámának növekedése következtében az iskolák számát is meg kellett volna növelni, mert a gyerekek fele korábban nem járt semmiféle oktatási intézményben. 1880-as években a görög katolikus felekezeti iskolák általában egy-egy településen nem voltak képesek törvényesen befogadni a község összes tankötelesét. Erre a megoldatlan helyzetre állami iskolákat állítottak fel a törvényhatóságok a királyi tanfelügyelők segítségével. Az állami iskolák jelenléte egyfajta veszélyhelyzetet okozott a felekezeti iskolának, mert ha ott nem felelt meg az oktatás színvonala, akkor a szülők nem a felekezeti iskolába adták gyermeküket, viszont legtöbb helyen az anyagi előnyök közvalósítás volt a döntő érv, ugyanis az állami iskolák költségei sokkal kisebbek voltak, mint a görögkatolikus felekezeti iskoláké. Ennek következtében néhány helyen pár évvel azután, hogy megalakították az állami iskolákat, több felekezeti iskola is beszüntette a működését. Emellett viszont egyfajta versenyszellem is kialakult az állami iskolák létesítése kapcsán, ahol pedig tehetősebb kisközség létezett, hogy képesek voltak egy képzett, jó tanítót alkalmazni, tehát itt a felekezeti iskola megfelelt a követelményeknek. Az államnak nem volt érdeke a felekezeti iskolák bezárása, hiszen az állam nem volt képes minden iskolát átvenni, és saját költségén működtetni. Leginkább tehát központi, példamutató, húzóerő szerepet szántak egy-egy állami iskola szervezésével. Az 1880-as évek közepére megalakultak az első állami iskolák, például Bereg megyében az ottani királyi tanfelügyelők, Halász Ferenc eredményeinek köszönhetően az országban a legtöbb állami iskolával bíró vármegye lett, Bereg vármegye, 57 állami iskolával rendelkezett ekkor. Az állam a többi vármegyében jóval kevesebb iskolát tudott felállítani. Ezeknek a száma viszont fokozatosan nőtt a következő évtizedekben is. A 80-as években már az egyházi vezetés is belátta, hogy azokon a helyeken, ahol képtelen a hitközség anyagi nehézségek miatt fenntartani felekezeti iskoláit, jó lehetőség az állami iskola alapítás. Tircák Gyula püspöksége idején az egyik jelentős állami beavatkozása millenniumi ünnepségek kapcsán indult el, amikor a Vallás és Közoktatási Minisztérium meghirdette az 1000 új állami iskola építésének a célját. Ennek kapcsán újabb állami iskolákat akartak létesíteni, többek között a Munkácsi Püspökség területén is. Az állami szándékban sok helyen a helybeliek jó lehetőséget láttak arra, hogy átadják felekezeti iskolájukat, és ezzel az anyagi terhek egy jelentős részétől megszabaduljanak. Itt sok településen először az egyházmegyei vezetőséggel való egyeztetés nélkül történtek tárgyalások, majd ennek az eredményét egyszerűen közölték a püspökkel, és kérték, hogy egyezzen vele. Több variáció után 1895-re, hogyha csak a beregi főesperességet emelem ki, 6 község görög katolikus felekezeti iskoláját szándékozta az állam átalakítani államivá. Ezek nagy községek, többnyire Borond, Új Dávid háza, Izsnyéte, Lucsárka, Patkanyóc és Tignéz. Ebben az esetben már nem arról volt szó, hogy a felekezeti iskolába
bennem férő iskolázatlan tanköteléseket kell valahogy ellátni, és akkor emellé az állam párhuzamosan egy államiskolát állított föl, mint a korábbi években, hanem most már a görög-katolikus felekezeti iskola átvételéről van szó. Tehát ezt beszüntetnék, és ugyanabban az épületben ugyanazok a diákok járnának, illetve esetleg a tanítót is átvenni az állam. Pircai Gyula elutasította a Fővárnak a határozatát, aki a püspököt azzal vádolta meg, hogy ő minden eszközzel fellép az iskola államosítások ellen, mert szerinte ez a görög-katolikusok ellen irányul. A püspök válaszában határozottan kijelentette, hogy nem engedi felekezeti iskoláinak bezárását. Ezek ugyanis jól működő iskolák. Az államnak olyan helyekre kell iskolákat alapítania, ahol minden működik, vagy pedig otthon a tankötelesek nem férnek be a felekezetibe. Végül is a Beregyi 6 tervezett iskolából 3-at állított fel az állam, Újdávidházán, Kucsákán és Izsnyitén. Emellett meg kell említeni, hogy a felekezeti nem zárt be, tehát nem annak a rovására áldozott az állam. Első remetén is ekkor alakult egy állami iskola, de itt a püspök ezzel egyetértett, hiszen korábban nem volt felekezeti iskolája a görög-katolikusoknak, illetve két magyar községben is, Makos János és Kovászón is alakított az állam egy-egy iskolát. A többi negyedet pedig láttuk a dián, hogy Máramarosban 10, Újban és Ugocsában 3 állami iskolát állítottak föl. Az iskolafejlesztő tevékenysége egyik fontos része volt, már szintén többször említették, a hegyvidéki akció. A püspök elképzelése az iskolai helyzet javítására fontos része volt az általa szervezett, kormányzati eszközökkel támogatott hegyvidéki akciónak a századfordulón. Ennek a programnak fontos pontja volt az iskolahálózat megszilárdítása, az oktatás fejlesztése. Eredményeként több állami iskola nyílt meg, hogyha a századfordulótól 1898 és 1907 közötti évtizedet vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy Beregyben 21 községben létesült állami elemi népiskola. Ennek egy része magyar lakóterületeket gazdagította, viszont többségében hegyvidéki, kisebb települések is iskolát kaptak. Máramarosban 20 ilyen község és Ungvan pedig 10 település kapott új iskolát. Az iskolaállítások mellett a fejlesztés egyik legfontosabb feladata az volt a korszakban, hogy megfelelően képzett tanárok, tanítók álljanak a katedrában. A tanítóképzést kellett tehát elsősorban fejleszteni, mely az Egyház megyében Ungváron történt a kántor tanítóképzőben. Már a Mária Terézia királynő alapított, vagy mások szerint a század utolsó évtizedében létrehozott képzők többször is megreformálták, míg a dualista időszak kezdetén Mikvácsik Mihály képezdei igazgató több reformot sikeresen végrehajtott. Általános tantervet és fegyelmi szabályokat fogadtatott el. Az Egyház megyében korábban több helyen így Mária Pócson és Hajdú Dorogon is képeztek tanítókat, de ezentúl már mindenkinek az ungvári képezdében kellett vizsgát tennie, ez lett az általánosan elismert kántor tanító intézet. A negyedik gimnáziumi osztály elvégzése után kerülhettek a kántortanítóképzőbe a 16. évüket betöltő fiatalok. A népoktatási törvény értelmében 1870-ben az addigi 2 éves képzést 3 évesre emelték, új épületet kellett felépíteni és rendes gyakorlóiskolával ellátni, valamint tápintézetet hoztak létre a szegény tanulók javára. A következő igazgató alatt, aki Drohobenszky Gyula volt, magyar tannyelvűnek nyilvánították a képezdét, ő végleg rendezte a gyakorlóiskola kérdését, őt Répai András követte, majd pedig 1892-ben Drohobenszky Géza lett az igazgató. A kormányzati intézkedések hatására 3-ról 4 évesre nőtt a képzés hossza. Az 1899-1900-as tanévtől már mind a 4 év folyam működött a képezdében. Az intézmény működéséről az énekrész tanítóképezde értesítői számolnak be. A 6 osztályos felső népiskola után 2 év úgynevezett előkészítő következett, és ezután a képezde 4 éve. Tehát azt láthatjuk folyamatosan, hogy egyre alaposabb, színvonalasabb
volt a leendő tanárok oktatása. Hát 12 év tanulás után kaphatott valaki kántortani tudó levelet, 18 évesen már korábban. A nők magánúton tanulhattak ugyanitt. A századfordulón körülbelül 30 vagy több mint 30 nő kapott engedélyt a minisztertől, hogy ebben a képezőben magánúton letehesse a vizsgáit. A tanítónő képző alapítása is Fircárt-Vörös Gyula püspök nevéhez fűződik. Ezt az intézményt 1902-ben alapították. Ez nem az, hogy tanítónő képezde, hanem az énekész tanító képezde képe. Ha már vannak képzett tanítóink, akkor a legfontosabb, hogy őket megfelelő fizetéssel lássák el. Tehát a hegyvidéki kicsi szegény falvakban nagyon gyakran nem sikerült a megfelelő fizetést előteremteni. Ugye a 68-as törvény már előírt a 300 forintos minimálbért. Lássuk, hogy ez közben hogy alakult. Az egyházmegyei tanfelügyelőség Fejér Emánuellel, majd Dolinai Miklóssal az élén a tanítók ellátását próbált a szerződésben kiharcolni, új díjleveleket írtak az egyházmegyei és a községek között született ez meg, illetve a tanítóknak is bele kellett egyezniük. Ennek érdekében minden községben díjlevelet állítottak ki a lakosokkal, melyben termények és készpénz értékben a 300 forintot megpróbálták elérni. Ahol nem sikerült, ott most már lehetőség adódott arra, hogy az államtól segélyt kaphassanak. Korábban ez nem volt elképzelhető, mert felekezeti iskolákat nem segélyezett az állam, hanem inkább az iskolaállításokkal próbált teret nyerni. Viszont rengeteg tanári poszt ugye nem sikerült, hogy a 300 forintos díjat elérje, tehát az állam nem alapított minden egyes faluban iskolát. Azt a megoldást találták ki, hogy a felekezeti iskolákat fizetéskiegészítéssel látták el, tehát a tanítókat. Ennek ezért cserébe megkövetelték az iskola törvényes működését, tehát hogy képzett tanítót alkalmazzanak, a tanrendben előírt tantárgyakat tanítsák, illetve a nemzetiségi területeken a magyar is kötelező volt, ezen kívül megfelelő iskolaépület és felszerelés álljon a diákok rendelkezésére. És a tankötelezettség is természetesen minél nagyobb mértékben megvalósuljon. Az új fizetési rendeletet az 1693-as törvény határozta meg. Ez a törvény az addigi kötelező 300 forintos fizetés minimumot kiterjesztette a hitfelekezeti tanítókra is. A fizetést előre, ha vonta vagy negyed évente kellett kiszolgáltatni, terményben is lehetett egy részét és készpénzben. A fizetés kiegészítésről úgy rendelkezett a törvény, hogy a törvényhatóságnak meg kellett állapítania a tanító fizetését, és ha ez nem érte el a minimumot, akkor pedig azt kellett közölni, hogy mennyi a hiány. A tanítónak megfelelő képzettséggel kellett bírnia. A fizetés kiegészítés által biztosítva volt, hogy a szegény települések is képzett tanítót kaphassanak. A tanítók fizetését hamarosan 400 forintra emelték, ami pedig az ezüst alapú devizáról aranyra való áttéréskor egyenlőtt a 800 koronás fizetéssel. Ezt a pénzreformot 1892-ben hajtották létre, de mindkét pénzen párhuzamosan még érvényben volt a századfordulói. A századforduló után is több ízben emelték a minimálbért, így hamarosan 1000 korona lett az alapfizetés. A Ruszin lakta települések nagy hányadában olyan 70-80%-ot kell elképzelni, tehát nagy hányadában kérvényezték és meg is kapták a tanítói fizetés kiegészítést. A fizetés kiegészítésen kívül a tanítókat jutalmazni akarták azzal, illetve egy helyben tartani, hogy 5 évente korpótlékot kaptak, ezt pedig az évötödös korpótléknak nevezték el. Egy rendes tanító korpótlékra volt jogosult akkor, ha a tanítói állomásán élt 5 éve, megszakítás nélkül. 1893-ban, amikor a törvény született, 50 forintot kaptak erre évente. Később majd, 15 év múlva, a híres Lex Aponyi átalakította a harmadik évötödös korpótlék összegét. 1907-ben az 5 éve dolgozó 200 koronát, a 10 éve dolgozó
Ezen felül még 200-at és a 15 éve dolgozók pedig plusz 100 koronát kaptak. A püspök körlevelei nagy részében az oktatásról rendelkezett. Aprólékosan leírtak, hogy mit kell az iskolaigazgatóknak, tehát a parókusoknak betartani és betartatni. Az iskolai szünnapoktól például, ami hagyományosan a csütörtök és a vasárnap volt, a többi napokon délelőtt általában 2 órát és délután szintén 2 órát tanultak. A minisztérium ezzel kapcsolatban 1950-ben egy rendeletet adott ki, amelyet szintén kitek is kiterjesztett az egyház megyéjére, tehát hogy 2 délután legyen szünet, szerdánként és szombatonként, így a hétközbeni, a csütörtöki egy szüneti napot 2 délutánra osztották el. A tanévre való beiratkozás szeptember 15-én kellett megejteni, tananyagot be kellett írni egy haladási naplóba, majd ezt fél havonta átadni a felettes elöljáróság részére. A püspök elrendelte a helyi iskola hatóság az iskolaszékek helyes működését, hogy kötelességének tegyen eleget, tehát látogassák meg az iskolát, figyeljék meg, hogy a törvényeknek megfelelően működik-e minden, rendesen járnak az iskolába tankötelesek, a tanítás imádsággal kezdődik és végződik-e, hogy a lányok külön oldalon ülnek-e, és a többi. Kötelezte az iskolákat, hogy mind a 6 osztályt indítsák be, addig ugyanis legtöbb helyen csak 4 osztály működött. A püspök egy 1900-ban írt körlevelében kifejtette, hogy a legfontosabb hagyománya a népnek az oktatás. Kérte lelkészeit, hogy tartsák be utasításait, mint például a szorgalmi időszak megtartása, a tanfelszerelések beszerzése vagy a tanító ellenőrzése. Az egyházmegyében ekkor, és itt találtam egyedül forrást az iskolák számára, 572 görög-katolikus felekezeti iskola működött, ezek közül 216-ban a tantermek nem feleltek meg a követelményeknek. A papságot személyesen egyenként utasította iskolájának rendbetételére, vagy új épület állítására. A püspök vállalta, hogy gondoskodik a megfelelő tankönyvekről, mind magyar nyelven, mind pedig a rutinajtóak számára is. Korábban a minisztériumtól megkeresték Kirchhoffot, azzal az ajánlattal, hogy ingyen ellátnak az egyházmegye görög katolikus diákjait tankönyvekkel, hogyha vállalja az egyházmegye vezetése, hogy a latin betűkre állnak át a civil betűk helyett. Ezt a lehetőséget a püspök nem fogadta el. Az iskola fenntartás segítésére egyházmegyei népiskolai alapot hozott létre a püspök. Az 572 iskolából 85-ben nem volt tanítás 1900-ban, vagy pedig nem képesített tanító volt alkalmazva. A megfelelő tanító alkalmazása érdekében egyházmegyei néptanulmányi alap vált elérhetővé, évente egyszer minden templomban gyűjtést szerveztek ennek a javára. A püspök a lelkészei figyelmét felhívta arra is, hogy a központból ellenőröket fog kiküldeni, akik többek között oda fognak figyelni arra, hogy a lelkészek elvégzik-e népkutatási feladataikat, és ennek hatására dicséretet és megvonásokat fog alkalmazni papjai körében. A magyar nyelv használatáról szóló 1879-es törvény az addigi anyanyelven való tanítás lehetőségét annyiban módosította, hogy ezután most már minden népiskolában be kellett vezetni a magyart, mint nyelvet, mint tantárgyat, tehát a tanítási nyelv az továbbra is az anyanyelv marad. Ez a legfontosabb a nemzetiségi területeken. A törvény megvalósítására haladékot kaptak a nemzetiségi iskolák. A következő évtizedek folyamán legfőképpen képzetlen tanítókat kellett valamilyen módon képzettekre cserélni, vagy nyugdíjazták őket, vagy pedig a fiatalabbakat tanfolyamok elvégzésére ösztönözték. A Munkácsi Egyházmegye ruszin anyanyelvű népiskoláit is fokozatosan alakították át ruszin magyar tannyelvűvé. Az 1907-es 27. törvény, ami legszakonyi néven hívesült el, újra rendezte a tanítók fizetésének kérdését. A következő évben 1980-ban vált aktuálisan a 3. évötödös korpótlék. Most egy évvel korábban új feltételt fűztek a kérvényezéséhez. Több kategóriába sorolták a tanítói béreket, a legkisebb kategóriában 1000 korona volt a fizetés, és emellett még természetbeli lakást kaptak a tanítók. Az államsegélyt továbbra is igénybe vehették a felekezetet, abban az esetben, ha rendezett volt az iskola,
megfelelő volt a tanítási terve, a tanítónak megfelelő képzettsége volt, és magyar nyelven helyesen beszélni és írni valamit tanítani is tudott. Ezen kívül le kellett tennie egy magyar esküt, mely arról szól, hogy a tanító megígéri, miszerint a magyar haza szeretetében fogja nevelni az ifjúságot. Ez az utóbbi kitétel volt nagy érvágás a nemzetiségi területekre nézve, főleg a románokat, ha rájuk gondolunk, hiszen az 1879-es törvény megalkotása után is, és annak ellenére még mindig sok tanító nem tanított magyar nyelven egyáltalán. A tanítási nyelvvel kapcsolatban ez a törvény azt mondta ki, hogy ahol mindenki nem magyar anyanyelvű, és nem is igénylik a magyar tanítási nyelvet, ott megmaradhat az anyanyelv tanítási nyelvként, de a magyar nyelv oktatásának oly mértékűnek kell lennie, hogy a negyedik osztályra a diákok képesek legyenek kifejezni magukat értelmesen magyar nyelven. A nemzetiségi iskolák tanítói a fizetés kiegészítést és a portfóliót csak abban az esetben kapták meg, hogyha magyar nyelven tanítottak bizonyos tantárgyakat is. Hogyan érintette ez a törvény, tehát a nyelvvel kapcsolatos törvény, vagy ez a kitétel a Luszin-Latta megyék görög katolikus nyelviskoláit? Hirtelen Gyula püspök körlevelében azt fogalmazta meg, hogy mivel egyházmegyén híveinek érzülete és felfogása ezen céllal egy behangzó, annál fogva én ezen törvény intézkedése alapján az állam segít úgy a tanítók fizetésének kiegészítésére, valamint az évötödös korpótlékok fedezésére igénybe veszem. A tanítási nyelv kapcsán pedig az egyházmegye feje következőket tartott fontosnak kinyilvánítani. Elrendelkezés egyházmegyén iskoláira nem vonatkozik, és így a tanítók alapfizetés vagy korpótlék kiegészítését nem érintik. A mi iskoláink között eddig sem volt kizárólag nem magyar, tehát csak rutin tanítási nyelvű, hanem túlnyomó részben vagy rutin magyar volt a tannyelv, mikor is az anyanyelven nyújtott ismeret mindenkor magyar nyelven is megtanítatott, vagy pedig az anyanyelv csak kisegítő nyelvül használhatott, mely utóbbi esetben magyar rutin tannyelvűnek volt az iskola minősítve. Egyéb iránt a fent elvjelzett tantárgyak összes iskoláinkban eddig is a vallás és közoktatási miniszter által is jóváhagyott óraterv, tanterv és tankönyvek szerint tanítatnak. A népoktatási intézmények törvényes szintre való emelése a folyamatos oktatási problémakörbe tartozott, míg ezek mellett voltak egyes elsősorban az állam részéről állított elvárások, amiknek szintén meg kellett felelni. Hirtzák igyekezett ezeket teljesíteni, hogy az állam ne tudjon belekötni a felekezetű iskoláiba, a lelkészeit állandóan búzdított, hogy ezeket megtartsák. Egy diagramot szeretnék még bemutatni, amely a görög katolikus iskolák számának alakulásáról készült, egy fél évszázadot foglal össze. Sem a krizmusok alapján az iskola számát, hogyha megtekintjük, akkor csak nagyságrendet tudok bemutatni, mivel több helyen, ha kántor tanító neve szerepel, akkor még nem biztos, hogy egy iskola létezik, mert lehet, hogy filmán is van. Valahol nem szerepel kántor tanító, de nem azért, mert nincs iskola, hanem például éppen cseretörtént vagy elhúny. Tehát ezért nem tudunk pontos számokat mutatni, de nagyságrendileg jól látszik, hogy a kiegyezés után csökkent a görögkatolikus felekezeti iskolák száma, ami egyben azt is jelenti, hogy a megmaradt iskolák a törvénynek egyre inkább megfelelőbbek lettek, tehát fenn is maradhattak. A megszűnt felekezeti iskolák diákai az újonnan létesült állami iskolában kaptak megfelelő képzést, természetesen vallási képzést is, amelyet a helyi parókus tartott, illetve sok helyen a maga tanító. Végeredményben azt lehet mondani, hogy az 1865 és 1915 közötti fél évszázadban körülbelül olyan 20-30, tehát ilyen 10-es nagyságrendű intézménnyel csökkent összességében a görög katolikus felekezeti iskolák száma a Munkácsi egyházmegyében. Az országgyűlési almanakokban Tisztákról az oktatással kapcsolatban azt jegyezték meg, hogy legfőbb gondját képezi egyházmegyéje tanügyének fellendítése. Összességében tehát azt tudom elmondani, hogy a püspök
szívügye volt az oktatás fejlesztése, a felekezeti hagyományok megtartása, de emellett a magyar nyelv tanításának is elkötelezett híve volt. Sokszor támogatta az állami rendelkezéseket, vagy gyakran csak nem utasította el, de ha abban túlzást észlelt, akkor határozottan megvédte egyházmegyéje érdekeit. Köszönöm szépen a figyelmet! Bízunk benne, hogy azért valami hasonló előbb-utóbb majd a mi egyházmegyékben is el tud indulni, illetve be tudunk kapcsolódni azokba az oktatási intézményekbe, amelyek lehetőséget adnak, hogy az egyházunknak a híveit, az ifjúságot tudjuk nevelni és fejlődjünk ezen a téren is. Köszönöm szépen, és szeretném felkérni dr. Nyilány János küldiakonus urat, teológiai tanár, hogy a kéziratban fennmaradt magyar nyelvű kultus könyvekről beszél a szám. Köszönöm a címet, de nem értem. Így kaptam meg. Az előadásomnak a címe az Pircák korabeli magyar nyelvű liturgikus kiadványok. Azonban mielőtt erről beszélni, mindenképpen ismertetnem kell a status questionis, tehát azt a helyzetet, amiben a Pircák Gyula püspök atyának a liturgikus tevékenységét valóságosan is el tudjuk helyezni. Mindenképpen beszélnem kell arról a törekvésről, amit a magyar liturgia ügyében, hát mondhatom, hogy a 18. század végétől nagyon komolyan folytattak elődeink. Már 1795-ben megjelenik egy, vagyis hát készül egy liturgia fordítás, ez Kicsfalusi György ungvári tanítónak a nevéhez fűződik, aki Bacsinszky András püspök nevenapjára dedikálja ezt az iratot, ezt a liturgia fordítást. Csak a kéziratban fönnmaradtokat ismertetem most nagyon vázlatosan. 1814-ből maradt fel Lubes Istvánnak egy másolata, majd 1854-ből Gombos István hajdúböröki gondnok Szent Liturgia szövegét papantal hajdúböröki papnövendék másolja le. Ezekről a főiskolánk, tehát a Szent Atanász Hittudományi Főiskola kiadásában néhány könyv is készült, amiket hoztam, azokat természetesen itt hagyjuk, hogy ide ajándékozzuk az itteni főiskola könyvtár, magyar könyvtárok számára. 1868-ban van egy szerkönyv, ami Fábián házán maradt fönn, ez is kéziratos formában, mind a mai napig fönt maradt, megtalálható, roppant érdekes, és 1878-1883 között tudtam nagyjából beazonosítani egy Nyírdunajból származó szerkönyvet, ami egy nagyon aranyos kis szerkönyv, amelyben azért is meg kell említenem, mert a szerzője kicsit ügyetlen módon a püspök nevét is benne hagyta az említéseknél. Tehát például Nagy Etténjában benne hagyta azt, hogy János püspökünkért, vagy János püspökünk úgy emlékezzünk meg. Hát ez még Pásztéi Kovács János volt. Aztán valaki más is használta ezt a könyvet, és hát ő már a Pircák püspökünknek az idejében volt. Szépen áthúzta a János nevet, és felírta, hogy Gyula, ezek után már Gyuláról kell természetesen megemlékezni. Viszont még használatban volt az 1879-es Fordító Bizottság által kiadott szerkönyv idejében is, ugye ez azt jelenti, mert az 1883-ban adták ki, és ugye Pircák püspökről pedig 1891-92, tehát ugyanám mindegy, hogy a kinevezését vagy a beiktatását nézzük. Tehát nagy valószínűség szerint ténylegesen használatban volt, míg a hivatalos megjelenés után is már is áttérnék a nyomtatott kiadványokra. Ezt a legjobban talán egy nagyon kis rövid emlékeztető, egészen pontosan emlékezetül a címe foglalja össze, amit a liturgikonban, az 1920-as liturgikonnak a végén találunk. Ez így ír róla. A Munkácsi és Eperjesi egyházmegyék főhatóságai a múlt század második felében boldog emlékű Danilovics János hajdúdorogi püspöki külhelynök elnöklete alatt egy 9 tagból álló bizottságot alakítottak a végből, hogy szertartási könyveinket magyarra fordítsa.
A bizottság 1879-ben elkészítette, és 1882. április havában Debrecenben kinyomtatta Aranyszájú Szent János liturgiája fordítását. Később 1890-ben Nagy Szent Vazul, és az előszenteltek liturgiáinak magyar szövegét a többi nyilvános isteni tiszteletekkel kiegészítve rendezte sajtó alá. A Hajdúdorogi Fordító Bizottságnak a tevékenységéről is hoztam egy kis füzetet, meg lehet tekinteni Ivancsó István atyának az összeállításában. Az 1883-as említett szerkönyv az kimaradt ebből a felsorolásból. Az emlékeztető így folytatódik. E könyvek segítettek fenntartani és fejleszteni több mint fél századon át a 200 ezernyi görögkatolikus magyarság hit életét. Minthogy azonban a legutóbbi években már teljesen elfogytak, új kiadásuk vált szükségessé. A sajtó alá rendezés munkáját a püspöki iroda vállalta magára. Az előbbi fordításokat, tehát a fordítóbizottság által készítetteket, az eredeti görög szöveg figyelembe vételével csak is a legszükségesebb javításokra szorítkozva átdolgoztuk, a Szent Liturgiával kapcsolatos szertartásokkal, imákkal és énekekkel kibővítettük, és az eddigi két külön kötetet egybefoglaltuk. Vagyis ez azt jelenti, hogy abszolút a korábbi kiadásokat, tehát az 1882-es, 83-as és 90-es kiadás volt az, amit egy picit átdolgoztak a görög szöveggel egybevetve, és semmilyen említést nem tesznek arról, hogy Fircák püspök úrnak az idején milyen liturgia fordítási tevékenységek voltak. Én azonban kaptam egy nagyobb anyagot Maros István atyától, akinek most meg is köszönöm a segítségét, amiben viszont a bőség zavarával találkoztam, mert nagyon sok minden van ténylegesen, hogy Fircák püspök alatt milyen tevékenységek voltak a liturgikus fordításokra, és természetesen az Ószláv könyveknek a revíziójára. Rögtön át is térnék rá ezekre a kiadványokra, amelyek közül elsősorban a lent is kiadásban megjelent, lent is látható Boksai Malinics-féle irmológiont kell megemlítenem, ami ténylegesen ezt az elvet követi, tehát van egy ószláv változat és van egy magyar nyelvű változat. Nagyon kevés különbséggel a liturgikus örökségnek a 6. részében megjelent Boksai Malinics irmológion megjelenésének 100. évfordulója alkalmából rendezett szimpóziumban, különösen a 2. cikkben, az első az Ivancsó István, a másodikban a Petrosev és Nicefor atyának van egy táblázat, amiben összeveti, hogy mi is a különbség a két irmológion között. Ez tehát az, ami fordításban is megjelent, és ki is adták Fércágról a püspöksége idején 1906-ban. Ivancsó nagyon érdekes dolgokat ír, hogy a körlevelekben hogyan próbálja népszerűsíteni Fércág püspök ezt az új kiadványt, és hát arról is beszámol, hogy mondjuk hogyan is fogadták ezt a papok és a kántorok. Nem volt a kántoroknak sem olyan képzettsége, akik rögtön kottát olvastak. Tehát jó a kottáskönyv természetesen, de csak annak, aki tud kottát olvasni. Természetesen volt erre próbálkozás, és összegyűltek és tanulták ezeket a kottákat, amelyekből ma 3 éneket is hallgattunk. Vagy talán így. Egyéb liturgikus kiadások, ez az, ami leginkább elkerülte az eddigiekben a figyelmünket, nem igazán foglalkoztunk vele, és mondom, rengeteg anyag van ezzel kapcsolatban itt a Beregszászi levéltárban. Egy nagyon jó összefoglalót készített róla Szántai Szémán István 1912-ben, az egyházmegye megalapítása, a Hajdúdorogi egyházmegye megalapítása után, és hát már Fircák püspök halála után. Ez egy gépelt szöveg már, tehát írógéppel készített szöveg, amelyet egy sötét színű, fekete tollal valaki belejavítgatott, aztán van egy másik, amelyik részekre osztotta, 3 részre osztották, és hát néhány kommentár is van, amelyeket majd ismertetek, amelyik szükséges. Az első részt azt rögtön át is lépném, hogy a 2. részre koncentráljuk, amiben ténylegesen a munkálatokat foglalja össze Szántai Szimán István. A liturgikus könyvek kiadására vonatkozó, és bár pium desiderium-ként, de állandóan élő óhaj 1904-ben pozitív formában is megnyilatkozott akkor,
amikor boldog emlékű Fircel Gyula munkácsi püspök a jelzett évben azon kéréssel fordult a Vallási és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, hogy főképpen az egyöntetű éneklés meghonosítása szempontjából adjon segítséget bizonyos görög szertartású egyházi könyvek kiadásához. Ugyanekkor megjegyzi Szántai Szémán, hogy Lengyel Endre címzetes prépost hajdúdorogi helynök a magyar nyelvű evangélium s más könyvek kiadására kér állami segítséget ugyanezen esztendőben. A hajdúdorog még ugyancsak külhelynökség, de látszik, hogy egy picit másabb utakat jár már, mint munkási egyházmegye. Alig múlt el ezután egy esztendő, s 1905. február 23-án a Magyar Királyi Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium már jelzi, hogy az ószláv liturgikus könyvek hazai kiadásáról és magyarra való fordításáról a tárca keretén belül hajt gondoskodni, és felkéri az eperjesi, munkácsi és körösi görögkatolikus püspököket, hogy ezen egyházi és hazafias szempontból is nagy fontosságú vállalkozást támogassák. Az alapvető munkálatok megbeszélése véget 1905. évi november 24-én összeült Budapesten a görög szertartású katolikus ószláv szerkönyvek kiadása ügyében összehívott értekezlet, amelyen a nagyméltóságú Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium képviselőjén kívül az eperjesi, a munkácsi és a kőrösi egyházmegyék is képviselve voltak. Az értekezlet elnöke dr. Vályi János eperjesi püspök volt, aki elnöki megnyitójában szinte részletes tervvel szolgált a könyvek kiadására nézve, és irányelvül megjegyezte, hogy csak olyan szerkönyvek vehetők a kiadás alapjául, amelyek beltartalmukban, szövegükben és nyelvükben az apostoli szentszék által jóvá hagyottak és nyilvános használatra rendeltettek. Szerkönyveink holi új kiadásának szükségességét a szerkönyvek hiányával indokolja, ami egészen érdekes, mert mondtam, hogy 1883-ban igenis van egy kiadás, debreceni kiadás. Melyekben főképpen hazánkban nagy a hiánységben, ezért szinte sürgősen követeli a kiadást katolikus hitünk és görög szertartásunk tisztasága és épsége is. Ugyanis a szerkönyvek, melyek templomainkban találhatók, leginkább Moszkva, Kijev, Pocsajev és Lembergben a 17., 18. és 19. században lettek kiadva. Ezek tehát idegenből kerültek hozzánk, és elég erős szavakra illeti ezt az idegen. És nagy részben, mint skizmatikusok termékei, nagyon természetes, hogy tele vannak tévedésekkel, melyek szerint az eredeti szövegtől eltérnek és katolikus hitelveinkkel ellenkeznek. Minden ezek bajok csak anyagi áldozattal orvosolhatók, és egyedül szerkönyveink hiteles kiadása által háríthatók el. Miért is hálás köszönetet mondott a magas kormánynak azon nagylelkű áldozatkészségért, melynél fogva a nevezett szerkönyvek kiadását 400.000 korona összeggel támogatni méltóztatott. Ez a gyűlés beható eszmecsere után két bizottságot szervezett, az első az az ószláv szerkönyveket átvizsgáló és kinyomtatásra előkészítő bizottság, a másik pedig az ószláv könyveket magyarra fordító és viráló bizottság. Mindkettőnek tagja volt Szántai Szímán István. A mutatkozó hiányra való tekintettel elsősorban kiadandónak vélte a liturgikon, eukológion és oktoik, tehát az oktoikhoz nevű szerkönyveket. Látjuk, hogy itt a szerkönyv nem egészen a nagy eukológionnak a, vagy a trebnyiknek a magyar változata, hanem liturgikon, eukológion, oktoikhoz minden belefért ebbe például. A folytatólagos gyűlés elhatározza, hogy az ószláv liturgikus könyvek magyarra fordítása mindjárt megkezdendő, mihelyt az ószláv könyvek összeegyeztetése megtörtént. A bizottság ezután megállapította a fordítás alapelveit, amelyek közül a legfontosabbak a következők. A fordítás követi a már revideált ószláv szöveget úgy, hogy magyar nyelvű kiadás lehetőleg azzal párhuzamosan haladjon. A magyar fordítás az apostoli szentszék által jóváhagyott ószláv szöveg alapján történik, amelyet főképp az a körülmény indokol, hogy az ószláv és magyar szöveg között ne legyen eltérés. Tehát tényleg, ahogy a Boksai Marinis írmagokjonban látjuk, tehát ugyanígy képzelik el. Mindazonáltal a hibás helyek megállapításánál a görög szöveg is föltétlenül segítségülve elő. Az eddig megjelent magyar fordítások megszerzendők, ezeket a fordítók munkáik megkönnyítésére és összehasonlítására felhasználhatják,
Egészben azonban az újonnan kiadott ószláv szöveghez kell alkalmazkodniuk. Tehát akár ezek a kiadások, amiket felsoroltam, ezek csak segítőként szolgálnak, mert itt egy teljesen új fordításnak kell készülni. A fordítók a Magyar Tudományos Akadémia által megállapított helyesírási szabályokat tartoznak követni. A szentírási szöveget idézésénél a római szentszék által is jóváhagyott szöveget kell betűről betűre átvenni. Az oszláv liturgikus könyveket átvizsgáló bizottság elnöke Drogobecki Gyula küldösi püspök lett, akinek elnöklete alatt a nevezett bizottság 1907-ben Kőrösön tanácskozott is, és megállapította a liturgikon helyes szövegét. Ugyancsak ő kötötte meg az első szerződést Roskovics Ignác festőművésszel, a szerkönyvek illusztrációira nézve. Tehát ezeket még különböző képekkel is ellátták volna ezeket a kiadványokat. 1908-ban az egész ügy dr. Váji János kezébe került, és ezentúl az Eperjesi és Munkácsi szentszékek által alapított bizottságok folytatták a munkát. Ezen bizottságok munkájának eredményeképpen készen vannak az oszláv revízióból, a liturgikon teljesen, az eukonókion, az oktoi, az evangélium és apostolos könyv. Magyarul a három szentmise szövege, a liturgikonnak húsvéti köre, amelyet az eperjesi fordítók, a naptári része, amelyet a megállapított jutalomdíjért az ungvári fordítók vállaltak el. Az eukonókion első része az eperjesi, a második része pedig az ungvári bizottságot lett kiadva. A jelzett oszláv szövegekhez úgy az eperjesi, mint az ungvári szentszék hozzájárul. Az elkészült magyar szövegek bírálat alatt vannak, és a fordítási ügy csak azért akadt meg, mert előzetes költségekkel is járó munkáért többszörös kérelem után sem lett még kiutalva a megszabott díj. Így, bár eperjes lett az egész ügynek a középpontja, az ügy menete mégis meglassult, mert azt részint a két szentszék, eperjes és munkás közt felmerülő véleményeltérések, az egyetemi munka lassúsága, és az a felmerült óhaj, hogy a könyvek kiadása a budapesti egyetemi nyomdától az ungvári unió nyomda kezébe kerüljön, természetszerűleg késleltették, valamint a szerkönyvek lassan készülő illusztrációi, és egyik okok is hátráltatták a kiadást, úgyhogy jelenleg a magas kormány nagy áldozat készsége, és a különböző bizottságoknak odaadó önzetlen munkája mellett is szinte kártyúba került az egész ügy, úgyannyira, hogy 1905 óta még a mai napig egyetlen oszláv vagy magyar szerkönyv sem jelent meg a nyomtatásban. Ha már 1905-ben az elnöki megnyitó szerint kitélet és hazafias szempontból olyan fontos és sürgős volt ez az ügy, mennyivel sürgősebb ma, amikor a vázolt bajok napról napra természetszerűleg növekednek. Pozitív eredmények hiányával nem volt azonban teljesen mentő az elmúlt 6 esztendő, mert a jelzett oszláv könyveken kívül, amelyek sajtó alá elkészültek, és amelyek egyrészt le is lett fordítva, a Szentmise magyar szövegét illetőleg fontos lépés történt azzal, hogy a Szentmise szövegének fordítására és felvilágosító jegyzetekkel való ellátására 1909-ben nyilvános pályázat lett hirdetve, amely szerint a Szentmise fordításának az 1906-os Lembergi és az Eperjesi és Munkácsi Szentszék által 1908. év folyamán javított, elfogadott és már sajtó alá bocsájtott oszláv szöveg alapján kell történnie. Figyelemmel azonban az 1876. évben Rómában kiadott eredeti görög liturgikonra és szem előtt tartva Goár Jakab eukológionját. A fordítás magyar szövege alapos, tudományos és mindenre kiterjedő jegyzetekkel volt ellátandó, hogy az újabb művelt és tudományos készültségű, mint a kevésbé iskolázott nagyközönség egyaránt lelki haszonnal és élvezettel forgathassa. A pályázati határidő 1910. május 1-én járt le, a pályaművek az eperjesi püspöki főhatósághoz érkeztek be, és a nyertes mű az 2000 koronát nyert, ahogy ezt meghirdették előre, de még a következő mű is, amit jónak méltattak, az 1000 koronát nyert. Eperjesről aztán Szántai Szémán szerint átkerült az ügy Ungvárra, és Ungváron
hát megállt ez az ügy, ahogy mondja Szántai Szíme. Mások azonban azt mondják, hogy nem a Fircák püspök miatt, hanem a Vályi püspök miatt lassult le az ügy. Ezt egyelőre nehezen tudjuk megállapítani. Gyorsan a harmadik pontban azt ismerteti Szántai Szíme, hogy hogyan is lehetne most ezt a helyzetet megoldani, mert ugye már 1912-ben a Hajdúdörögi Egyházmegye megalapításakor ír az egész történetről, hát ugye persze vannak személyi változások, aztán bizottságokat kellene létrehozni, de már legyen egy felügyelőbizottság, ami budapesti székhelyel, a terminus technikusokat, a liturgikus szöveget tényleg a legnagyobb egyetértésben, tehát egységes döntéssel kellene megvalósítani. Aztán, minthogy nem került még kiosztásra a pénz, ezért az összes többi pályamunkát is lehetne értékelni, mert azokban is van bizonyára valamilyen értékes szöveg. A hatástörténetét ennek az egész fordítási, hát mondhatnám, hogy miszíriának, azzal tudnám egy picit lezárni egy negatív és egy pozitív hatástörténeti vetülettel. Az egyik az, hogy tényleg a közel jövőben, tehát 1912 ugye meghal Fircák Gyula püspök, és láthatjuk az 1920-as liturgikonnak az emlékeztetőjében, hogy nincs egy igazi foganatja ennek az egész hatalmas munkának, ami Munkváron és hát eterjesen történt. Viszont egy gyorsan ismertetnék még egy levélből egy részletet, amit Szapotocki Endre írt Miklósi István püspöknek a liturgia fordításokkal kapcsolatban, de már a válaszát, amiből láthatjuk, hogy körülbelül miket is akart ő írni. Folyó évi 64. számú előterjesztése kapcsán értesítem nagyságodat, hogy a liturgia tervleve újabb magyar szövegű kiadásánál a lehetőség legszélsőbb határáig ragaszkodom a közismert és immár 40 év óta használatban lévő hajdúdörögi fordításhoz. Ennek szövegében csak is lényegben nem vágó, stiláris módosításokat engedhetek meg. Itt tehát látjuk, hogy amit az elején is már kiemeltem, hogy semmilyen, de semmilyen hatását nem látjuk az 1920-as liturgikon kiadásakor annak, ezeknek a nagy munkáknak, amelyek itt történtek. Több mindent is ír még Szapotocki Endrének Miklósi püspök, azonban egy picit, tehát egy olyan hatás és kölcsönhatást látunk itt, mint ahogy nem vették figyelembe 1879-ben vagy 1920-ban az unkvári és eperjesi munkálatokat, ugye azt mondhatjuk, hogy Munkácson és Eperjesen sem vették figyelembe a 1879-es fordítóbizottságnak a munkáit. Hogy ez miért volt, ez még további kutatásokra szóló. A távol jövőben azonban igenis van jelentősége, igazán nagy az aktualitása a mai magyar nyelvű egyházmegyékben, mivel a régi könyvek, az elavult szövegek már tényleg arra várnak, hogy léte egy megfelelő fordítás kerüljön a papok és a hívek számára. Gondolhatunk, hogy az apostolos könyvben abszolút elfogyott evangéliumos könyvnek is a nyelvezete már nagyon réges, de akár a szerpény és a liturgikus szövege sem a legnapra készebb. A hajdúdörögi egyházmegye és a miskolci apostoli exarchátus püspökei karöltve igyekszenek az új fordítások ügyét előmozdítani, és ebben ténylegesen nagy segítséget jelenthet ennek az egész munkásságnak a földerítése, kidolgozása. Egyrészt azért, hogy ezeket tényleg figyelembe lehet venni, hogy hogyan is történtek ezek a fordítások, amiből lehet okulni, és lehet figyelni arra, hogy még egyszer ugyanazokba a hibákba lehessünk bele. Köszönöm szépen a figyelmet! Tamás rektor úr távollétében, Sáták István rektor helyettes kívánja a képzelődést. Köszönöm szépen a természetesen az előadásod a rektor úr előadása lesz, hiszen az ő témája, hogy egy háztörténi szakadónunk, hogy ő abszolútnak van képbe vár. Engedjék meg, hogy mielőtt a Tamás atyának az előadását elolvasnám, itt a Hajdúdörögi Egyházmegye pasztorális helynöke,
kis, hát hálámat, örömömet és egy rövid gondolatomat is kifejezem a mai konferenciával kapcsolatban. És a kiállítás megnyitóján István atyától már hallottuk, hogy egy picit el kell gondolkodnunk azon, hogy Fircák Gyula püspök úr örökségéhez hogyan tartozik és hogyan kapcsolódik a Hajdúdörögi Egyházmegye. Én azt gondolom, hogy az előadás a Tamás atyának is erről fog szólni, de én, aki nem vagyok történész, úgymond elméleti teológiát tanulok és tanítok egyszerre a főiskolán, érzem, hogy ez az örökség, ez létezik, hiszen pont amikor az Egyházmegye felállításának centenáriumát ünnepeljük és visszatekintünk őseinknek a küzdelmére és áldozatára, akkor azokról a személyekről is megemlékezünk, akik összekötnek minket földrajzilag is, és hát sokkal inkább lelkileg, szellemileg. És hát talán ennek a nem véletlen ismétlődését látjuk éppen a mai nap, amikor ne felejtsünk el arról is megemlékezni, hogy a két püspök, a Lepárcsi megyés püspök és a hajdúdörögi püspök egy kocsiban utaznak egy közös összejövetelre Zágráb felé, ami szintén az ő kapcsolatuk, találkozásuk mutatja, hogy ez az örökség, ez kötelez mindannyiunkat, akár egy közös konferenciának a megszervezésével, a közös akár lehetőség szerinti fordításnak az elkészítésével, de a papság és a hívek kapcsolatán keresztül tényleg hálás vagyok, és egyfajta büszkeség is az, ami az érzése, hogy így lehetek önökkel, és így lehetek közöttük, és ilyen szempontból örömmel vállaltam el, hogy ezt az előadást Tamás kollégámnak felolvassam és közvetítsem a konferencia felé. Fircák Gyula püspök tevékenysége a Hajdúdörögi Egyházmegye felállításának ügyében. Tisztelt konferencia! A Hajdúdörögi Egyházmegye felállításának két lényegi mozzanata. Ferenc József király 1912. május 6-án meghozott az alapításról szóló rendelete és Szent X. Pius pápa június 8-án kiadott Tiszti Fidelis Gréci kezdetű alapító bullája, közé esik Fircák Gyula munkácsi püspök június 1. napján bekövetkezett halálának dátuma. A magyar ajtó és identitású görögkatolikusok számára felállított új egyházkormányzati egység, mely egyúttal a dualizmus korának egyetlen katolikus egyházat érintő milyen jellegű változása, a főpásztor két évtizedes tartalmas és küzdelmes püspök szolgálatának utolsó releváns momentum. Hajdúdörögi Egyházmegye felállításához kapcsolódik út vezetett, amit a magyar görögkatolikus narratíva kalvária útként jellemez, és aminek utolsó két évtizedét Fircák Gyula munkácsi püspökként kísérte végig. Szerepe az eseménytörténetben két szempontból meghatározó. A magyar görögkatolikusok túlnyomó többsége a Munkácsi Egyházmegye területén. Következésképpen a magyar görögkatolikus egyházmegye létrejöttében döntő jelentőségű kérdés a magyar nyelv liturgikus használatának kérdése, mely az 1890-es években komoly válsághelyzetet idézett elő, az ő hatáskörébe tartozó, megoldandó probléma volt. Ugyanebből az okból kifolyólag a magyar görögkatolikusok számára felállítandó új egyházmegye megszervezésének kérdése is elsősorban őt érintette, hiszen az új egyházkormányzati egységben legnagyobb számban a Munkácsi Egyházmegyéből sorolhattak át parókiákat. Előadásunkban alapvetően ezt a két kérdéskört említjük. Első a magyar liturgikus nyelv kérdése, illetve a második a Hajdúdörögi Egyházmegye felállításának eseménytörténetét Fircák Gyula püspök szerepére fókuszáló. Közismert, hogy a magyar nyelv liturgikus használatának engedélyezése és egy önálló magyar görögkatolikus egyházmegye felállításának igénye szorosan összekapcsolódott. A magyar identitású görögkatolikus közösségekben a 18. század végétől kéziratos liturgiafordítások létrejötte és elterjedése révén konkretizálódik a magyar nyelv liturgikus használatára vonatkozó igény. Az önálló egyházkormányzati egységre irányuló gondolat akkor fogalmazódik meg, amikor az illetékes egyházi hatóságok tiltani kezdik a magyar nyelv liturgikus használatát. Magyar görögkatolikusok évükön a hajdúdörögiakkal, a kiegyezés utáni évektől kezdődően arra az álláspontra helyezkednek, hogy a magyar nyelv liturgikus használatának engedélyezését egy magyar nemzetiségi jellegű görögkatolikus egyházmegye eszközölheti ki. A magyar görögkatolikus mozgalom dimenzióit a Munkácsi Egyházmegyén belül jól illusztrálja az a tény,
hogy a mozgalom motorja a hajdúdorogi közösség nem csak a legnagyobb lélekszámú magyar görög-katolikus egyház közösség, hanem magának a Munkácsi egyházmegyének is a legnagyobb parókiája volt. Az 1873-ban köztes megoldásként itt létrehozott magyar külhelynökség, illetve az annak megbízásából 1879-től ténykedő liturgikus fordítóbizottság nagy szolgálatot tett a magyar görög-katolikus ügynek. 1881-ben a magyar görög-katolikusok mozgalmát képviselő állandó végrehajtó bizottság elérkezettnek látta az időt arra, hogy a külhelynökségből egyházmegye fejlődjön ki. Az erre vonatkozó igényüket a kormányzat és az uralkodó is teljesíthetőnek látta. Viszont a katolikus püspöki kar az Eperjesi és a Munkácsi püspökök kivételével a magyar görög-katolikus egyházmegye felállítása ellen foglalt állást, mivel a latin szertartású püspökök a magyar nyelv liturgikus használatának további elterjedésétől tartottak, esetükben a latin rovására. Látva a meghatározó egyházi körök ellenkezését, a kormányzat levette a napirendről a magyar görög-katolikus püspökség megalakításának kérdését. A nem várt elutasítás visszavetette a hajdúdorogi mozgalmat is, mely ismét jelentősebb aktivitás már Fircán Gyula püspöksége idején mutatott. Újabb konkrét lépések megtételére az 1896. évi milleniumi ünnepségek hazafias légköre teremtett lehetőséget. Májusban Kovács József hajdúdorog parlamenti képviselője interpellációt intézett Lassis Gyula kultuszminiszterhez, azt tudakolva, hogy szándékában áll-e végre a kormánynak lépéseket tenni a magyar görög-katolikus püspökség felállításának érdekében. Az állandó végrehajtó bizottság újabb kérvényeket készített, melyeket a miniszterelnöknek, a kultuszminiszternek, a házelnöknek, valamint Vaszari Kolos esztergomi érseknek adtak át. A kérvények mellett átnyújtották az elkészült magyar nyelvű szertartási könyvek egy-egy példányát is. A kezdeményezés azonban ez alkalommal is fájó kudarchoz vezetett. A bizottság tagjai azzal kívánták budapesti jelenlétüket és követjárásuk tárgyát a fővárosi és az országos közvélemény előtt kihangsúlyozni, hogy június 27-én reggel teljesen magyar nyelvű szentliturgiát végeztek a budapesti egyetemi templomban. Az esemény nagy sajtónyilvánosságot kapott. Mind a készülő eseményről, mind pedig az elvégzett ünnepélyes szentliturgiáról bőséges sajtótudósítások születtek. A Pester Lloyd tudósítása hamar eljutott Rómába, ahol augusztus 20-án a rendkívüli egyházügyek kongregációja már Vaszari Kolos esztergomi érsek és Mályi János Eperjesi püspök időközben bekért jelentésével együtt tárgyalta az ügyet. A szentszéki vizsgálat eredményeként szeptember 2-án az a döntés született, hogy mind a magyar nyelv használata, mind a liturgikus könyvek kiadása súlyos és megszüntetendő visszaélés. Erről Ledukovszki bíboros, a propaganda kongregáció vezetője szeptember 20-án értesítette mind a hercegprímást, mind pedig a Munkácsi és az Eperjesi püspököket. Az érintett püspököket a szentszék kötelezte arra, hogy tegyenek meg mindent a bevezetett visszaélések megszüntetése érdekében, vonják szigorú ellenőrzés alá azokat az egyházközségeket, amelyek a magyar nyelv használatában leginkább kitűnnek, és mozdítsák el helyeikről azokat a papokat, akik a hajdúdorogi mozgalommal szimpatizálnak. A bécsi nunciatúrán keresztül szóbeli értesítést kapott a tiltásról a magyar kormány is, melynek alapján Bánfi miniszterelnök kijelentette, hogy mindaddig nem lehet szó magyar görög-katolikus püspökség felállításáról, míg a szentszék a magyar nyelv használatát nem engedélyezi. Ez azonban nem jelentette, hogy a kormány tétlen kívánt maradni. 1898. márciusáig három magyar memorandum is érkezett a szentszékhez, melyek mindegyike a tiltás visszavonását sürgette. A lelki igény és a történeti előzmények mellett az emlékiratok leginkább a román görög-katolikusok nyelvhasználatára hivatkoztak, és sérelmezték, hogy a szentszék megtagadja a magyarokról mindazt, amit engedélyez a románoknak. Egyházi részről mind Vaszari hercegprímás, mind pedig Fircán Gyula munkácsi püspök a tiltás szigorúságának enyhítését kérte, míg Mályi János eperjesi püspök haladéktalanul kihirdette a tiltó határozatot. Magyar liturgia ellenzői is eljuttatták álláspontjukat a szentszékhez. Az egyháziak közül Drohobecki Gyula kőrösi püspök több levélben részletesen ismertette súlyosan elmarasztaló véleményét mind a görög-katolikus magyarok mozgalmáról, mint pedig a velük szervezálló Fircán Gyula püspökről. A románok részéről a román nemzeti pártban politizáló görög-katolikus pap Vaszile Lukácsú, illetve a későbbi lugosi és szamosújvári püspök Vaszile Hosszú igyekezett a magyar görög-katolikusok mozgalmát,
tisztán politikai célzatú mozgalomként feltüntetni és a szentség előtt hitelt elvíteni. 13. Leó pápa szakértőként Nikolaus Ingres jezsuita tudós a keleti egyházak történelmének és liturgiájának kiváló ismerőjét kérte fel a kérdés tanulmányozására, aki elutasította ugyan a magyar kormány érveit, de a magyar nyelv használatának csinálmát nem látta indokoltan. Azt tanácsolta, sajnos eredmény nélkül, hogy a szentszék inkább használja fel a magyar kormány buzgóságát és érje el, hogy az állam költségén hittanulag kifogástalan liturgikus könyvek kerüljenek kiadásra. Érdemes az esemény sor vizsgálatakor egy kicsit elidőzni Pircák Gyula személyének. Azzal, hogy támogatja a magyar görögkatolikusok ügyét, alapvetően püspök elődeinek hagyományát folytatja. Velük ellentétben viszont neki már komoly konfliktust is fel kell vállalnia. Az 1896-os szentszéki tiltás rendkívül szigorú és nagyon távol áll a realitásoktól. Teljesen betiltani a magyar nyelv használatát és egyházfegyelmi lépéseket foganatosítani a magyar ügyet támogató papokkal szemben a magyarországi belpolitikai viszonyok mellett képtelenség lett volna, még egy ellenséges érzelmi munkácsi püspök esetében is. De ez távol áll Fircák püspöktől, aki az egyházmegyéje alföldi részein élő magyar híveinek igényeit maga is jogosnak tartotta. Sokat kockáztatott viszont azzal, hogy a szigorú szentszéki tiltás élét tompítani igyekezett. Ez egészen egyértelműen kivilágít az évekből származó szentszéki dokumentumokból, melyeket a vatikáni titkos levéltár őriz. Amint korábban említettem, a kongregáció felszólította Fircák püspököt arra, hogy gyakoroljon közvetlen felügyeletet a mozgalom központja, hajdudorok fölött, és távolítsa el onnan azokat az egyházi személyeket, akik támogatják a mozgalmat. Fircák püspök tudomására hozták azt is, hogy jól lehet a püspök biztosította a kongregációt arról, hogy milyen értelmű intézkedéseket hozott, más forrásokból a bíborosok arról értesültek, hogy nem lép fel kellő eréllyel a mozgalommal szemben. A Fircák püspökhöz intézendő levél vázlatát tartalmazó iratban ezt követi annak rögzítése, hogy a püspök jelölte kiválasztásánál a jövőben a szentszéknek jobban oda kell figyelnie, idézőjel az ebből a szempontból kevésbé biztos személyek, idézőjel bezárva, kinevezésének megakadályozására. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy Fircák püspök a szentszék előtt kegyvesztett le, és még azt is kimondják, hogy a jövőben meg kell akadályozni a Fircákéhoz hasonló szellemiségű jelöltek püspöki kinevezését. Véleményem szerint ez a momentum magyarázza azt, hogy a magyar görögkatolikusok 1900 márciusában lezajlott római zarándoklatát miért nem Fircák püspök vezette. A zarándokcsoport élén az a Vályi János eperjesi püspök állt, aki ugyan maga is teljesen magyar érzelmű volt, és alapvetően támogatta a magyar görögkatolikus ügyet, de a szentszéki tiltó rendelkezéseket haladéktalanul kihirdette, és ilyen értelemben nem vonta magára a szentszék neheztelését. Fircák püspök Rómában csatlakozott az zarándoklathoz, melynek sikere, illetve Emidio Taliani bécsi nuncius állásfoglalása hozzájárult ahhoz, hogy a Rómában gyarakvással kezelt munkási főpásztorral szemben a vénkorosok megenyhüljenek. Fircák püspök ugyanis 1901. szeptemberében írt levelében figyelmeztette a szentszéket arra, hogy a magyar nyelv használata hét vármegyében már több mint fél évszázadot gyakorlattá vált, és mind a kormány, mind pedig a sajtó a magyar görögkatolikus egyházközségeket az eddigi gyakorlat folytatására ösztönzi. A püspök attól tartott, hogy a szentszéki tiltás határozott érvényesítését az egyház ellenségei a körülbelül 200 ezer magyar görögkatolikus egyháztól való elszakítására fogják felhasználni. A kongregáció arra utasította Emidio Taliani bécsi nuncius, hogy Fircák püspöktől függetlenül vizsgálja meg ennek az állításnak a valóság tartalmát és a szakadás veszélyének mértékét. Válaszában a nuncius jelzi, hogy az egyházszakadás veszélye aktuálisan nem jelentős, de egy határozott szentszéki tiltás esetén a helyzet alapvetően megváltozhat. Figyelemre méltó, hogy a nuncius véleménye szerint a magyar görögkatolikusok kérésének van alapja. A legtöbb helyen írja a nuncius, évtizedek óta, sőt bizonyos egyházközségekben már egy évszázada magyarul végzik a szertartásokat. Ezeken a helyeken az ószál liturgikus nyelv visszavezetése hatalmas zavarokat okozna. A nép nehezen fogadja el, hogy minden keleti szertartású katolikus közösség használhatja a maga nyelvét, csak éppen a magyaroknak. Nem lehet elvárni azt, hogy a nép 2-3 órán keresztül olyan szertartásokon vegyen részt,
melyeken a pap és a kántor egy teljesen ismeretlen nyelven imádkozik. Ha viszont népnyelven végzik a szertartásokat, akkor a nép aktív részvételével lehet számolni. A nuncius végezetül azt javasolja, hogy a Szentszék ne adjon ki hivatalos tiltást, hanem hallgatólagosan tűrje meg az eddig kialakult gyakorlat folytatását. A nuncius ezzel az állásfoglalással gyakorlatilag Fircák püspök védelmére kelt, és a helyi viszonyok ismerőjeként érzékeltette a Szentszékkel, hogy a munkácsi püspökkel szemben olyan elvárásokat fogalmaztak meg, melyeknek nem felelhetett meg. Magyar görögkatolikus érdekképviseleti szervezetek 1910 végén kezdeményezték ismét a kormánynál elvi döntés meghozatalát egy magyar görögkatolikus egyházmegye létesítéséről. Ez az indítvány látszólag eredménytelen maradt. 1911. június 30-án Szabó Jenő a főrendi házban nagy hatású beszédben ismételte meg az alapításra vonatkozó kérést, utalva arra, hogy a magyar görögkatolikus püspökségtől reméli a magyar liturgikus nyelv kialakult gyakorlatának törvényesítését. A kormány nevében válaszoló Zicsi János vallás- és közoktatási miniszter jó indulatáról biztosította a magyar görögkatolikusok törekvéseit, de azt az álláspontot hangoztatta, hogy először a magyar nyelv szentszégi elismerésének kell megtörténnie, csak utána lehet szó az egyházmegye alapításáról. Talán maga a miniszter sem tudott arról, hogy Kujer Hédervári Károly miniszterelnök Ferenc József király megbízásából már áprilisban titkos tárgyalásokat kezdeményezett a Szentszékkel a magyar görögkatolikus egyházmegye felállításáról. Az első kedvező szentszéki reakciók után Szabó Jenő főrendiházi beszéde idején a magyar kormány már azt kívánta elérni a Szentszéknél, hogy annak hozzájárulását minél előbb a közvélemény elé tárhassa. Magyar görögkatolikus indítványa ugyanis akkor érkezett meg a kormányhoz, amikor az uralkodóval együtt nagy horderejű törvények parlamenti vitájára készült. Ezek közül kiemelkedett az új védelőtörvény, melynek parlamenti elfogadása kétségesnek tűnt. Politikai pártok támogatásának megnyerése érdekében az uralkodónak szüksége volt egy olyan gesztusra, melyel a magyar nemzet iránti figyelmét kifejezhette. Magyar görögkatolikusok régi vágyának teljesítésével, melynek nemzeti jellege vitathatatlan volt, az uralkodó megnyerhette a parlament támogatását. Mivel azonban Róma hozzájárulására is szükség volt, az uralkodó először a diplomáciai utak mellőzésével, Lippai Bertalan festőművész, pápai gróf és kamarás közvetítésével érdeklődött a Szentszéknél, majd pedig hivatalosan, de még mindig titokban a miniszterelnök útján indította meg a szükséges egyeztetéseket. A miniszterelnök teljes nyílsággal feltárta a Szentszék előtt, hogy a magyar görögkatolikus egyházmegye felállításának milyen fontos belpolitikai vonzata van, az uralkodó mennyire értékelné, ha a Szentszék segítséget nyújtana neki tervei megvalósításában. Szentszék készen áll teljesíteni az uralkodó kérését, de a kormánytól biztosítékokat vár nem csak az egyházmegye finanszírozása, hanem a magyar liturgikus nyelv tilalma tekintetében is. Szeptember 5-én a miniszterelnök már arról tájékoztatta Bavón a bécsi nunciust, hogy a kérdésben leginkább érdekelt megyés püspök Fircák Gyula, munkácsi püspök személyesen is kifejezte hozzájárulását a magyar egyházközségek átadásához. A nuncius Fircák püspök megkérdezése után ugyanez szeptember 11-én jelezte a vatikáni államtitkárságnak. Érdekes, hogy Bavón a nuncius hozzáfűzte leveléhez a munkácsi püspök személyes véleményét is. Fircák püspök szerint egy új görögkatolikus egyházmegye létrehozása nem égetően szükséges, viszont nagyon is hasznos, mivel a munkácsi egyházmegye hatalmas kiterjedésű. Mivel ígéretet kapott arra, hogy a munkácsi püspökséget semmilyen anyagi veszteség nem éri, nem látott okot arra, hogy ellenezze a kormány tervét. Hozzátette, hogy a határok kijelölésekor esetleg majd tesz észrevételeket. Az egyeztetés része volt a püspöki kar véleményének kikérése is, melyre november 9-én került sor. 3 évtizeddel korábban a magyar görögkatolikusokat mélyen lesújtotta a püspökök elutasító álláspontja. Ez alkalommal viszont minden püspök számára nyilvánvaló volt az erőteljes uralkodói akarat, és nem volt kétséges a támogató nyilatkozat megszavazása. Az új egyházmegyébe sorolandó egyházközségek kijelölése ténylegesen 1912. februárjában kezdődött a Vallás- és Közoktatási Minisztérium, illetve az érintett egyházmegyék képviselői között. Ezeken az egyeztetéseken Fircák püspök személyesen már nem vett részt. Február 5-én levélben arról értesíti a bécsi nunciust, hogy betegsége miatt nem tud bekapcsolódni a tárgyalásokba.
ugyanaz napi dátummal főhelynökét Pap Antal Bizza megképviseletével. Február 8-án lezajlott tárgyaláson főpásztora nevében Pap Antal vikárius beleegyezik 66 munkácsi egyházmegyés parókia átadásába. Az eredeti elképzelésekhez képest 4 Zemplén vármegyei parókia, Sántor-Aljóújhely, Sárospatak, Végardó és Zemplén megtartását kéri, de végül ezek is a Hajdúdörögi egyházmegyéhez kerültek. Ezekben a hónapokban Pap Antal egyre nagyobb mértékben veszi át a munkácsi egyházmegye vezetését, sőt 1912 őszétől egy éven át az újonnan felállított Hajdúdörögi egyházmegyét is kormányozza. Tisztelt konferencia! Szircák Gyula munkácsi püspök az egyházmegyében élő magyar ajtó és identitású görögkatolikusok ügyét a híveiről való főpásztori gondoskodás szellemében kezelte. Az anyanyelv használatra vonatkozó igényüket jogosnak ismerte el, ezért komoly konfliktusokat is készített vállalni. A szervezeti önállóságra való törekvésüket támogatta, ami a román püspökökkel való összehasonlításban különösen is kiemelkedik. Mindezekért Fircák Gyula munkácsi püspök emlékét a magyar görögkatolikusok közössége mindvégig hálával őrzi. Köszönjük szépen! Tehát egy kicsit a tagjaink megmozgatása érdekében 5 perc szünet.